Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet az 1001 éjszaka meséiből, egy szerelmi üzenet. Ez általános, de én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, és ebből az üzenetből te is kapsz valamit. Hiszen nem véletlen az, hogy most nézed ezt a felvételt. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy személyes üzenetet, egy szerelmi üzenetet ebből a mesekönyvből, a díjam 4000 forint. Amit még megemlítenék, hogy van egy akciós jóslás, egy nyári szerelmi jóslás védikus asztrológiával együtt, vagy ha kéred, akkor kérheted ezt a jóslást gyertya mágiával, te választasz a két lehetőség közül. A díjam ennél az akciós jóslásnál 6000 forint. És most megnézzük, hogy mi az üzenet. Te keresel valamit, és meg fogod találni. Van valaki a távolban, aki gondol rád, és visszatér hozzád. De van még valaki a környezetedben, aki féltékeny. De a másik férfi, aki a távolban van és gondol rád, számára te értékes vagy, és meg akar ajándékozni téged. A sors utadon lesznek változások, hiszen szerencse ér téged. Jelenleg még fáradt vagy, hiszen várakoztál valamire vagy valakire, és már nincs meg a türelem, de hamarosan előre mennek az események. Van valaki a közeledben, aki nagyon-nagyon kíváncsi, de nem mond el a terveidet. És ez volt az üzenet az 1001 éjszaka mesekönyvből. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!